You're the number one, yeah. Előző videóm volt a pörögnek szép sorjában a panaszok. Én mindegyiket átnéztem, átnyálasztam, és a legtöbb panasz azzal kapcsolatos volt, hogy miért nem töltök föl gyakrabban videót. Hát most ezeknek az embereknek szeretnék kedveskedni. Van egy nagyon-nagyon szuper hírem. Régen néztünk már klippeket. Hoztam nektek három klippet, amit beszeretnék nektek mutatni, de összefüggés nincs közöttük. Educating us. Első nótánkban megismerkedünk az ország legkülönlegesebb énekhangjával. Itt a vége, baby. Szedd a cuccot, papi. Itt a vége, baby. Nem tudsz hívni. Nem hibáztatlak, ilyen vagy kész. A lány már a szám elején hirtelen elhatározza magát, hogy szakít a csávójával. Erre a hirtelen bejelentésre a csávó nem is tud mit reagálni. I'm picky, I'm picky, I'm picky. Baby, neked finish, mondom ennyi. Az egész szám magyarul van, de azt a piki szót, azt meg kellett hagyni angolul. Hát annál kifejezőbbet nem találta magyarban. Meg kéne keresni ezt az embert, aki erre a zenére inspirálta azt a csajt, és szembesíteni vele, hogy mit tett. Kupveret csináltál, kár, fogd a mocsot, gyorsan húz tovább, csá. Ennek a csávónak miért kellett ott hagyni ezt a nőt? Mert most mi is szenvedünk miatta. Szedd a cuccot, papi. Hé, papi, ki vagy varva rendesen. Bár ha papinak hívta a csaja, akkor meg tudom érteni, hogy miért szakított vele. Ráadásul ezt a hangot kellett elviselnie. Nem ifadsz már. Nem ibáztatlak, ilyen vagy kész. A lány a dalszövegben felsorolja a palia bűneit. Viszkit iszol, sokat kamuzol, itt a vége a porondról. Tényleg nagyon válogatós ez a csaj. Mármint akarom mondani. Piki, piki, piki! Hey, képek a padlón. Hey. A lány a sorok végi hely felkiáltásokkal hívja fel magára a kivart pali figyelmét. A viszkit már elfogy. Hey. Előbb az volt a baj, hogy viszkit iszik. Most meg már az a baj, hogy elfogy a viszki. Mi van ezzel a nővel? Döntse már el! Nyomod a cuccot, túl legy az arcod, ez a te kudarcod, megmondtam. De akkor miért járt egy drogossal? Föl kellett volna rángatni a kanapéról a csávót, azt elvinni elvonóra. Túl sok mindent elnéztem, menned kell Gucci Louis Versace, se Fendi rajtod, nem tud segíteni semmi. Jaj, már megint ez a Gucci Louis kombó. Annyira el van koptatva. Vannak más márkák is, gyerekek. Például Richard Mille, meg ilyeneket kéne beletenni most már. Szintet kéne lépni. Ebből jön le, hogy valakinek mennyire nincsen közel a high fashionhöz. Ezt a két márkát ismeri ebben a sorrendben, az kész. Ezeket a márkákat már, hogyha ironikusan használják, már az is gáz. Egyébként úgy hallottam, hogy Amerikában most nagy akció van a Louis-nál. Be lehet menni és a happy hour keretében elhozni mindent. Én is most az akció keretében elutaztam Amerikába, és nézzétek, most ezt kapoltam a Louis-ba. Elő gombos. Hátul van rajta cipó, még az amerikai levegő is benne van. A következő item egy ilyen poliesteres. Magyarországon is lehetnének ilyen jó akciók a Louis-ban. Oh shit! Telepakolnám az IKEA-s szatyromat és egy évig csak Louis-ba járnék. This is all the JoJo merch. Tele lenne a polcom 15 darab 46-os Air Jordan-nel. Jó lesz az, majd belenövök. Big bro, what you got? Ő remélem egy Louis övet szervált magának. Let me see what you got? Na de ne kalandozzunk el, mondjuk hát ez érdekesebb volt, mint a klip. Itt a vége, baby. Sokat kamusztál már. Itt a vége, menj csak. Ez a legnagyobb ülős veszekedés, amit valaha láttam. Nagyon ki van maxolva ez a kanapés helyszín. Ennyi nem kell lesz már, babe. Hey. Még nincs itt a vége, baby. Úgyhogy megyünk tovább, és megmutatom, hogy nem csak egy szót, de egy egész refrént is lehet angolul tolni. Ladies. Király Viktorék megmutatták, hogy hogyan lehet biztonságosan bulizni egy steril stúdióban, ez pedig a modells. Na, ez az igazi nemzetközi szint. Mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy 7 év után megtaláltuk a YouTube-on a Blurred Lines-t. Ezt a Freddy-t ezek a magas sarkus lányok tökön rúghatták a forgatási szünetben, az de ilyen magas a hangja. Nekem ez a Freddy, ez a kedvencem. Ez a király Freddy, ez nagyon jól tud énekelni.
Ha nem tudnám, hogy ez egy 2020-as klip, azt hinném, hogy a 2000-es évek elején készült. Ez meg fél órája melegíti a kezével azt az egy évek Dom Perignont, nehogy hurutos legyen a torka a hideg pezsgőtől. Nagyon helyes, előreláthatóan bulizik a fiatalember. A szám végig magyarul van, de jön ez a random csávú, akit senki nem ismer, valami doktor bérescsepp, és hozzátesz pár sort magyarul. Nekem a modell az a Palvin Barbie, és nem az a lány, aki 20 posztot rak ki. De a Palvin Barbie sokkal több posztot rak ki, mint 20. Ő rak ki igazán posztokat. Lehet, hogy 40-et is kirak. Eskő, kuposkodás, VIP, reggelre nem ismer föl a Face ID. Ennyit tett hozzá a doktor bérescsepp, az se a sajátja volt. Kuposkodás. Legalább saját szövegeik lennének. Hát, ha nem tudsz kitalálni saját szöveget, akkor használd a rím szótárot. Király Viktor és a doktor béres. Another one. Ilyenek ezek a modellek. Ez a bad boy hangom. Ha így beszélek, elhiszik rólam, hogy menő vagyok. Ilyenek ezek a modellek. Ezzel a hangbeítéssel kompenzálom a Freddy Viktornak a magas hangját. Ilyenek ezek a modellek. Ezek a modellek. A következő szerelmes költészetben visszautazunk a 2012-es évbe, mely meglepően sokkal jobb alkotás, mint az eddigiek. Ha nem vagy enyém, minek élek én? Így rendelt a sors. Hami egy elhagyatott felvidéki üzlethelyiségben kezdi el muzsikáját. Ezernyi feladat, ezernyi pillanat vár ránk, ez ad a rólunk szó, rólunk szó. Hallgass a szívedre, ó! A villanyszerelő Hami megnézi, hogy jól vannak-e bekötve a soros kapcsolások a falban. És észreveszi, hogy valami nem stimmel, szóval elmegy a főtér elektromos boltjához, hogy új kapcsolókat szerezzen be. Ez ad a rólunk szó, rólunk szó. Hallgass a szívedre, ó. Az alkotók tudatosan rozsdaövezeti helyszíneket választottak a kliphez, ugyanis a rozsda és a gaz jelképezi a korodálódó szerelmet. Ezt Csernobilba forgatták, vagy hol? Mindenki tudja, hát most meg, hogy szeretlek. A szexuális ragadozó Hami ezután megmutatja, hogyan szokott csajozni az éj leple alatt. Ha nem vagy enyém, minek élek én? Így rendelt a sor. Kemény fából faragták ezt a csajt. Össze se rezzen attól, hogy valaki hátulról megráncigálja, miközben megy haza a sötétbe. A lány nem viszonozza a Hami romantikus nézését, és az időt se akarja megmutatni a telefonján. És Haminak egyből lehervad az arcáról a mosoly. Pedig ő mindent megtett, még a pulcsit is felkötötte a vállára így dígósan. Hát Hamikám, nem így kéne udvarolni a lányoknak, hogy sötétbe creepy mosolyokkal ijeszgeted őket. Mindenki tudja, hát most meg. Hami milyen észrevétlenül teszi el a telefont, amiről elindítja a zenét. Mindenki tudja, hát most meg, kedvesem. A mindent az utolsó pillanatra hagyó srác 8 perccel 3 előtt ráírt a csajra, hogy 3-kor találkozzanak, amiről már 6 perccel is késett. Milyen vihartempóba sminkelhetett már a csaj, hogy odaérjen a randira? A srác felveszi a legszebb kockás 3/4-es nadrágját a flipflopszal, és idegesen megnézi, hogy már 5 óra van, szóval már nem is kell sietnie sehova. Hopp, ott is ül háttal a szerelme, boldogan fut is hozzá, de baj lesz. Az a most csicska gyerek, nézd meg, lecsapta a kezéről a csajt. Még fogdossa is a koszos májvipes kezével. Ökölbe is szorul a Haminak a keze. Én azt nem hagynám annyiba, Hamikám. Én a helyében őt is követném hazafele a sötétbe, és rámosolyognék hátulról. Szarja össze magát. De most álljunk már meg, hát azt nem értem, hogy az előbb már a Hamival megbeszélte a találkozót a csaj. Most nem őt várta? És azzal megy el, aki előbb megy oda hozzá? Ilyenek ezek a modellek. Ennyi volt a mai videó, nagyon fontos információ. A feliratkozók között kisorsolok egy nyereményjátékot. Arrivederci amore! Itt a vége, mencsá! Megveszek mindenkit kilóra, ki lambóra ülhet kilóra. Gyerekkorom óta vagyok hedonista, túl sok itt a forró szenyorita. Nem veszem el ezt a nőt se, de tiéd leszek, baby, ezt a nőt se. Véremben csorog a szangria,
béreltem csorokat a partiba. Mi?